Ott van, figyelj. Slack. Az a hang. És így elalutal. Mi volt az a hang? Így érted, Sotival telibe lövöm, egy hangot nem ad ki a csávó, de ha meglövöm egy ilyen altatóval, meg új mintával ellátott termékek már elérhetőek a webshopban. Hesszeljétek meg! Üdvözlök mindenkit, sziasztok, az én nevem Omar Mekin, és ez tudom, Mr. Mik! Mr. Mik! Már megint leköltem. Na mindegy, és ez itt egy újabb összemét mod, amit ajánlottatok nekem. Nagyon sok modot küldtek mostanában, ugye elkezdtem újra a régi játékokkal foglalkozni. És velük egyetemben ugye kipróbálom ezeket a modokat. Nem tudom, miért modnak nevezzük az átszínezéseket. És ebben a modban Mr. Mik most egy katona lesz, érted? Egy igazi katona, egy soldier, egy soldier lesz. És hát állítom normálra, skipeljük az intrót. És hát megnézzük, hogy tulajdonképpen milyen átszínezés kapott Mr. Mik a... amerikai, hát nem biztos, hogy amerikai, de valamilyen katona, érted? Dzsungelharcos, ő egy mászol! A kopasz soldier, a kopasz katona! És loadingolunk, hölgyeim és uraim! Én is nagyon szépen meg szeretném köszönni mindenkinek! Mi van? Szóval, meg szeretném köszönni mindenkinek, aki rajzolt egyébként az Among Us-os rajzpályázatra. Nagyon-nagyon sok rajzot kaptam, és innentől is lezártam most már a rajzokat, tehát hogyha most már küldtök, akkor tulajdonképpen elkülditek, és nagyon szépen köszönöm. De a nyerteseket már úgy nagyjából tudjuk, úgyhogy azokat majd a Facebook csoporton fogjátok tudni megnézni, és majd veletek fel fogom venni a kapcsolatok, akik nyernek, akik pedig nem nyertek, azok ne bustakodjanak, mert videóban be fogom rakni a rajzokat, minél többet már mondjuk. Nagyon sok rajzot kaptam, de mindent megteszek annak érdekében, hogy minden kinek a rajza benne legyen. Nos, visszatérve a játékra, hogy Mr. Mik házánál, és hát tiszta, nézd oda, tiszta katonai erődítmény bázis lett a háza. Egy igazi kommandós lett Mr. Mik, tehát kommandós lett, egy igazi harcos, egy igazi soldier, hát kíváncsi vagyok, hogy hogy néz ki. Ugye ezeket nem nagyon kell komolyan venni, ezeket a modokat, ugye csinálnak egyes emberek bizonyos ilyen, hát ilyen átszínezés, ilyen modolás, ilyen tök poénképpen csinálnak ilyen letölthető modokat, amiket szoktatok nekem ajánlani, és én meg ezeket kipróbálom, mert amúgy szerintem tök poén, és amúgy is szeretem ezeket a játékokat, és így legalább játszok a régi játékokkal is, és valamilyen szinten újdonság is van benne. Na nézzük! Várjál, Mr. Mik? Mi ez a kék ajtó? Mr. Mik? Oké, gyorsan. Who's dead? Oké, elhúztam, hogy Jézusom, ez eddig a kedvencem! Ez eddig a kedvencem, ez a hely! Ledobom a shotit, az lehet, hogy most ide fog jönni, oké. Imádom a Mr. Mik-et, az Evil Knight, az Evil Knight 2-nek hamarosan kijön a második része. És azt nagyon várom. Azt nagyon várom, srácok, remélem ti is. Most azt nem tudom, hogy meghallotta-e a katona Mr. Mik-t, hogy itt vagyok-e, de úgy tűnik, hogy nem. Fú, amúgy a Mr. Mik-et azt nagyjából vágom, hogy hogyan kell kijutni. Megpróbálok ebben a videóban is kijutni természetesen. Ilyen móddal. Hol van? Megvan a zöld kulcsom, hát az már teljesen jó kezdés, a zöld kulcs, ugye ki tudom nyitni a hátsó teret. És a Mr. Mik-tel még nem is találkoztam, de nem is baj, ezt most kinyitom. Oké, ez ki van nyitva, ide ledobjuk a zöld kulcsot, bár most szerintem nagy probléma, mert lehet, hogy most körbe fog jönni rám, hogyha meghallottam. Ugye nem tudja kinyitni a bejárati ajtót. Amíg én azt nem nyitom ki. Ó, ott jön a katona Mr. Mik! Ott volt a katona Mr. Mik, a soldier! A katonai bázis, ó, milyen izé, surranója van, mi a franc? Tiszta katonai bázis, vagy egy észrevesz? Ez a kérdés. Nem látom sehol, várjál, a disznó át van színezve. Egy ilyen terepmintás disznót nagyon addig, és ott megy, nézd, milyen micsoda súr. Mi az a gatya? Figyelj! A katona Mr. Mik. Ó, micsoda ruhája van, de ott ki van varva, iszé, terepmintás nadrág, mindenhol, most észrevett a kamera, de jó, hogy bemegyek a házába. A katona Mr. Mik ellen! A katona Mr. Mik! Nehogy már elkapja nekem a katona Mr. Mik-ja, érted? Pliers, ez pontosan kell, de király vagyok, vagy kinyitom az ajtót. Bár így, most egérutat adok neki, vagyis hát is segítek neki, hogy elkapjon. Mik ezek a kék ajtók, hallod? Terepmintás kék... deszka. Érted? Tehát ez engem, ezt szeretném örökre. Hogy a terepmintás kék deszka legyen a best. A best of the best. Ez a muziba, nevet! Már is felejtettem, hogy tud beszélni egyébként. Jó, viszont most Sotival le fogom tudni lőni, mert én vagyok a best. Elkaplak, csak nem engem, katona! Ez biztos nagyon jó lesz, katona! Itt a kód, meg minden. Jó. Most vissza kéne szereznem a shotgunt, amit ugye itt dobtam ellent, és most el kellene jutnom, hogy legyen benne töltény!
a shotgunom, hallod? A földön még volt neki skinje is amúgy, az vicc. Ó, oh, valahol itt van. Valahol itt van. Hallom, hogy nagyon kopog. Nehogy észrevegyen bennünket. A katona, Mr. Mi? Nem lehet minket észre, mert én vagyok Pegy, a Big Mass! Jó, hátra ment szerintem. Nem tudom, de addigra én lelövöm. No para, itt van. Erről van szó. Na, hol vagy, katona? Ú, ez biztos nagyon fájt, igaz, katona? Ú, ez nagyon kemény volt. Ezt megkaptad, katona. Ez azért kemény volt, Kati. Ez azért nagyon ott volt. Hát jó, kilőttük a katonát, érted? A kommandós, pankrációs kommandós. Erről van szó. Kommandós, pankrációs kommandós? Ez nagyon jó. Igazság szerint nem tudom, hogy hát az szerintem a legegyszerűbb kijutás egyébként az, hogyha a lányt szabadítjuk ki. Szerintem a játékban az a legegyszerűbb. De kinek mi? Nekem mindig az volt a legegyszerűbb. Nekem kell itthonra egy ilyen. Az mi? Secret Drawer Key. Hát azt ugye tudjuk, hogy hova kell a Secret Drawer Key. Ugye ezzel tudjuk a kamerát ugye megszerezni, hogy lefotózzuk egyébként a bizonyítékot, hogy Mr. Meat malacokat csinál az emberből. Aha. És tulajdonképpen ott van rajta a textúrának úgymond a szerzője, tehát azt azért nem kellett volna eltávolítani, már most nem azért. Ja nem, ez a Mr. Travel, ez ide kell már? Vagy hogy is van ez már? Nem is tudom, de várjál, még nem tudom mennyi időm van, hogy még kommandos Mr. Meat fel nem kell, de semmi gond, nézzük csak, ezt ki tudom nyitni. Ja, de nem ezt kell, Mr. Meat különleges rizéje kell ide, tatatatata. Érted, különleges tatatatata. Oké, telefon. És akkor most tulajdonképpen be tudom kapcsolni ezt a cuccot, ha nagyon szeretném, és akkor majd mindjárt jönni fog Mr. Meat. És akkor ugye le fogja vinni a kis csajnak, és úgy jutunk be, ugye a malac kislányhoz. De én ezt most nem várom meg, hanem én tovább keresem a dolgokat, amiket így meg kell szereznem, itt vagyok. Nagyon jó. Úgy látszik, Mr. Meat még mindig alszik, érted a katona, bár szerintem most már csak lejárt az idő. Csak lejárt már az idő, Mr. Meat a katona. Az a baj, hogy ezzel sosem találtam még életemben semmit, tehát hogy ez most nem tudom, ez normális így, hogy szerintem most fog mindjárt felkelni egyébként. Igen, ez megvan, pizza. Oké. Ott a hammer, nagyon jók vagyunk. Úristen, a rózsaszín terepmintás. Hölgyeim és uraim, na az a kemény. A rózsaszín terepmintás. Na az ez egy kemény. Minden terepmintás, mert ő a katona. Ő a kommandó. Arnold... Ójjjj. Arnold Big Muscle. A kommandós. Arnold. Most nem jön be, vagy mi van? Most, ó, oda. Oh god. Oh god! God damn it, katona! Ezt ne csináld! Ott a mosógép, amit vajon kifizetett? Nem tudjuk meg soha. Oké, okay, elhúztam erre. Bro! Nem jársz túl az eszemen! Ez a szász, az eszetem! Ajaj! Bro! 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 No! No! Ezt így nem járja! Add ide! Add már ide, add ide! De nagyon laza vagyok! Istenem, annyira laza vagyok! Bleh! Leütjük a kamerát, mert az ugye az eléggé problémás egyébként, hogy a kamera mindig elkap minket. Mondom, leütjük a kamerát, leütöttem. Erről van szó. Nice. Ne ott a malac! Ne vegyen észre! Ne vegyen észre a malac! Nem akarom! A terepmintás kommandó ember! Ott jön! Mi van rajta? Szemüveg egyébként? Most nézem. Szemüveg van a Mr. Meaten? És ott teszik a malac, érted? A malac ott teszik. Nem kap el! Oh no! No! Már megint! Add ide a hertet, köszi! Húzunk el innen! Oh god, húzunk el! Húz már el! Menj már innen! Malac play! Oh god! Becsomagoltak hamburgernek! Ennyi hús között... Mi a franc van? Meghaltam! De azért még elvitt! Láttam még az hátán elvitt engem a malac! Jó, hát tudtam, hogy a malac miatt fogok meghalni. Ebben a játékban nem is a Mr. Meat-tel van a probléma, hanem a malacsal, ezt komolyan mondom. Oké, de mintha semmi nem történt volna, itt folytatjuk. Let's go! Nem akarok meghalni a malacot, kérlek. Ne! Bújj be! Nem bírtam bebújni a budiba, mert... Már kapta a popó. Már de szihetetlen, ilyen gyorsan ne halljak már, meg könyörgöm. Hát ez mi? Érted, a kommandós sávot simán izé, szétszedem, ezt meg nem bírom. Komolyan mondom, ez a malac egy sokkal keményebb ellenfél. No, ne vegyél észre, kérlek. Oké. Wooden heart. Ez ahhoz kell, hogy ugye a budiba berakjam, és akkor mármint, hogy érted? Mi ez a tank?
Már csak azt kell, hogy Mr. Meatnek legyen egy tankja, érted? Már csak azt hiányozna. Mégis annyira nagy kommandós, ő a kommandó! Arnold Schwarzenegger. Kommandó. Kommandó. Piece of wood. Ó. Oh. Nagyon szép textúrát kapott a piece of wood, hölgyeim és uraim. Eljá! Erről van szó, tata. Szét kéne zúszni, csak ott jön lefele, figyelj, ott jön a súranó. Oké, nem vett észre, mert én vagyok a best. Mi pukkant szét, Bluki? Hey, dude, nem tudsz, le kéne lőni, tényleg lelövöm. De nézd a shotinak a textúrát, figyelj. Ilyen terep mintása minden, és így felveszi Péter, és így te. Kommandó! Ennyi volt, hölgyeim és uraim, lelövöm szerintem a malacát is ki fogom most lőni, érted? Megyek és lelövöm a malacot. Most meg fogok bosszulni mindent, érted? Akkora békön lesz belőle, mint a ház! Mert Big Mácöl! Péterre ezt nem lehet megcsinálni! Uáá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 
erről van szó, hölgyeim és uraim! Erről van szó! Hell yeah! Hál' Istennek! Hála a jó Istennek! Amúgy csak egy életem van még! Tulajdonképpen, és nem több. Na már most a izét is vissza kéne szerezni. Ugye a csajt szeretném kiszabadítani, úgyhogy ez is fog kelleni, ezt idehozom kicsit közelebb. Tehát a legegyszerűbb módja szerintem, hogy a csajt fogom kiszabadítani, talán az a legegyszerűbb, de nem tudom. A többit is nehéz, mert nem, a többit talán a legnehezebb ez a legújabb úgymond kiegészítőben behozott kis ilyen malaclány, akit nagyon nehéz egyébként így megkérni, hogy oda menjen, ahova én akarom. Szóval én most mindenféleképpen a lányt fogom kiszabadítani. Ja, Mr. Meat, az még úgyis alszik, mert ő az új katona. Van az új katona. Nem is tudom, hogy mire lesz még szükségem. Ja, de tudom már. Most már kezdem eszembe jutni ezt, hogy most kinyitjuk. Lejutunk a Chaisihoz. Csak az a baj, hogy mindjárt fel kell a drágalátos katona. A Big Muscle. Amerika. Yeah, yeah. Oké. Okay. De most kell a Treasure Last Guard nekem, a Treasure Last Guard, és ugye kell a kék kulcs, azt már ugye megvan, kell a piros. Úristen, a csaj is nézze, milyen átszerelést kapott, miért van ő is terepmintás nadrágba? A csaj is terepmintás nadrágba van, nice. Oké. Na erre szükség van, most meg kell szereznünk a hevítőt, azt hiszem, vagy az nem kell nekem, miért kéne a hevítőt, dehogy kell. Egy piros kulcs kell, meg a kék, de hova dobtam le a kék kulcsot egyébként, arra már nem emlékszem. Hova dobtam le a kék... Várjál, az valahol erre van. Te tudtam már, de nem biztos. Várjál. Ugye a kék kulcs az... Ja, itt van a kinn a Shotinál, ugye? Mert lelőttem Mr. Meat-et, és ugye itt... Ó, oh, ott van, figyelj. Slack. Az a hang! És így elaludtál. Mi volt az a hang? Így... Érted, Shotival teli belőlem, egy hangot nem ad ki a csávó, de ha meglövöm egy ilyen altatóval, meg... Én is így fogok most már kapni, tehát kommandós létemre, katona létemre így fogok kapni. Tehát a kék kulcs az megvan, cá. Jó, tulajdonképpen akkor már csak egy piros kulcs kéne. Na de várjál, hol is szerezzük meg a piros kulcsot? Hogy van ez, hölgyeim és uraim? Már elfelejtem. Ja, hát tudom, hát egyértelmű. Hát egyértelmű, kell nekünk ez. A hammer, kell nekünk a kód, és akkor megvan a piros kulcs, és ha mindenkez készen is vagyunk tulajdonképpen. Szóval a katona Mr. Meat, az nem fog minket elkapni, mert mi vagyunk a best of the best of the best of the best. Így van, hát szá, erről van szó, gyorsan, mert fel kell. Gyorsan már! Red key! És kiugrunk ide, az a biztonság kedvéért innen fogunk érkezni. Hol már fel kell Mr. Meat, érted? Már és észrevett tulajdonképpen. Ő észrevett, de a katona nem tud mit tenni! Nem tud mit tenni a katona! Most hova mész, he? Nem is ott vagyok. Hova megy? Most vette észre, hogy én leestem, tönkretettem! Mi a helyzet, bro? Na most vehetek egy kört miattad, de semmi baj. Mert én vagyok a best of the best of the best. Imádom ezt a katonaszkint. Nagyon kemény. És milyen kocsim van, az is! Az is tiszta ilyen jeep! Az is ilyen katonai jeep. Ó, ne szórakozjon utánam. Nem áll, nem áll. De most akarom kiszabadítani a nőt. Léci, mit ne? Léci, mit ha jön utánam? Jó, de nem fog észrevenni, mert béna. És ezzel meg is vagyunk szerintem, hölgyeim és uraim. Zá, úgy is van. A katona nőt. A leopárd bőr bikini, vagy leopárd bőrös tár, izé minden. Nem fog minket elkapni. Ott van kidülve a malac, elintézve. Hell yeah. És visszük. Ah! 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 Ah!
Befeszítettem. Erről van szó. De mi az a szemüveg? Rá, alá, mi az valami, biztos valami kommandós kifestés volt. Ó, én már behányok. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy megnéztétek ezt a Mr. Mintes videót is. Köszönöm szépen az ajánlást, hogy tudtok még jó modokat vagy átszínezéseket. Mindenképpen írjátok meg nekem a komment szekcióban, vagy küldjétek el e-mailbe, és én nagyon szívesen kipróbálom. Természetesen más játék kapcsolatban is jöhet még ajánlás, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Én jól megkerül voltam, maradjatok velem a következő videóban, addig is maradjatok kokonosik, és találkozunk hamarosan. Sziasztok!